Mikor érjen véget az idei tanév? Ez a mai téma a Logaritmusban. Sziasztok, Duk András Ferenc vagyok, ez pedig itt a Logaritmus 44. adása. A civil közoktatási platform tegnap kiadott egy állásforrás nyilatkozatot arról, hogy legyen a tanév vége lassan átgondolva, és azonnal legyen elrendelve, hogy mi lesz a maradék egy hónap sorsa. Ugye Orbán Viktor egy rádióinterjúban célozgatott erre, de nem adott konkrét választ, és ugye így kicsit bizonytalan a helyzet, hogy egyáltalán megyünk még idén tanítani, vagy nem megyünk, stb. És ez szerintem nem csak a gimnáziumban, hanem minden iskolatípusban egy probléma és bizonytalanság. Az osztályozás ugye elvileg folyamatos volt, tehát erre hivatkozva ugye nem lehet az szempont, hogy azért kell bemenni az iskolába, mert ott lehet csak osztályozókat adni. Vagy ha igen, akkor nagyon nagy baj van, mert akkor az elmúlt hónapokban nem működött a digitális oktatás, ami egyébként részben igaz is, de erre majd térjünk vissza. Tehát a legfontosabb állítás az az, hogy igazából az utolsó két hétre bemenni, amikor egyébként tudjuk, hogy azért annyira sok minden amúgy se történik egy iskolában már, amikor mindenki már így készül nyárra, jegyeket zár le, ugye utolsó héten már osztályozó konferenciák vannak. A másik leállaslat, ami egyébként megfontolandó, ugye, és ez főleg ott, ahol nem sikerült jól a digitális oktatás, és ezért nem fért hozzá mindenki megfelelően, és vannak olyanok, akik jelentősebben lemaradtak, de ez lehet, hogy egyébként bármelyik osztályban lehetne ilyen személy, nem is biztos, hogy feltétlenül azért, mert ő technikai nehézségei adottak, vagy nem volt megfelelő internete, vagy eszköze, hanem egyszerűen azért, mert neki nem sikerült átállni erre a fejbe, vagy bármi, akkor legyen az utolsó két hét az a felzárkóztatásnak, esetlegesen tehetséggondozásnak, ilyesminek a terepe. Ez amúgy érdekes gondolat, és én ezre hallanék, hogy ezt ki lehetne próbálni, már csak azért is, mert szerintem a magyar oktatásban így nagyon hektikus ez a felzárkóztatás, tehát hogy ez így gyakorlatilag az zajlik folyamatosan, hogy próbálunk ilyen csoportokra minél jobban szelektálni, és akkor utána azt mondani, hogy na majd ők együtt jobban tudnak meg hasonló diákok fejlődni, ami egyébként nem igaz, hiszen ugye nyilván, ha minden kutatás azt mutatja, hogyha vegyes a csoport, akkor azért jobban fejlődik összességében a csoport, sőt még egyébként sok szempontból a jobbak itt is, hogyha megfelelő módszertannal tanítunk egy vegyes csoportban, akkor még a jobbak is tudnak jobban fejlődni, mint hogyha egy csak jókból álló csoport van. Nyilván az ilyen nagyon extrém helyzeteket kivéve, mert abban én azt gondolom, hogy mondjuk egy heti 8 órás matematika tagozat, vagy nem tudom, vagy 10 órás, az nyilván azért jellegével más, de általában, hogy ugyanannyi óraszámba ugyanazt tanulják a diákok, akkor szerintem érték a vegyes csoport. Szóval felzárkóztatni azért volna itt, meg lehetne most behozni a hátrányokat, amik keletkeztek a digitális oktatás folyamán, úgyhogy ez egy érdekes gondolat. Ezen kívül persze ott van még az a probléma, hogy veszélyhelyzet továbbra is van, és mi lesz nyáron, hiszen ugye a táborok elmaradnak, egy csomó minden probléma van, tehát hogy valószínűleg az ügyelet még a szokásosnál is nagyobb fontosságú lesz, nyilván az elsősorban az általános iskolákat éri. Az általános iskolások ugye már jó ideje otthon vannak, és ugye hát, hogyha nyáron vissza tud menni dolgozni a szülő, akkor mi lesz vele, azért egy nehéz kérdés, mind egyrészt ugye biztonsági szempontból, meg egészségügyi okokból, mind pedig az, hogy azért, ha már ügyelet van, meg ha már nyáron a diákra vigyázni kell, mert nem tud a szülő úgy elmenni szabadságra, mert ahogyan szokott, mert kivette korábban, akkor valami értelmes dolgot is csinálják ezek a diákok az ügyeletbe, tehát például kompetenciafejlesztés folyik, és más hasonló értelmes dolgok, ne csak egy gyerekmegőrzés, gyerekfelügyelet legyen. Mindenkinek javaslom, egyébként egy jó javaslatcsomagnak tartom a CKP anyagát, nézzétek meg, beszéljünk róla, írjatok véleményt, akár nyilvánosan, akár nekem privátban, és persze iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, és lájkoljátok a Duk András Ferenc Momentum oldalt. Holnap csepeli fogadóra tartom ki, szeretném megnézni egy ilyen másik minőségemben, az online fél öttől megteheti.